Nem mindenkinek esik zokon a napok óta tartó szokatlan hideg. A Nyíregyházi Állatpark borjúfókái vidáman úszkálnak a jégtáblák között. Az állatok természetes élőhelye az Atlanti és a Csendes óceán északi vizei, ezért a jelenlegi magyarországi hőmérséklet igen kedvező számukra. Erre az időre azonban fel kell őket készíteni. Ezt úgy tesszük meg, hogy még nyáron naponta körülbelül 2 kiló tengeri halat esznek, ezt folyamatosan elkezdjük növelni őszi-téli időszakban. Most már olyan 6 kiló zsírbandús tengeri hal a menü, és ennek hatására már több mint 10 cm-es zsírrétegük van a bőrük alatt. Éppen etetik a borjúfókákat, az állatok minden falatnak örülnek. A Nyíregyházi Állatparkban élő csapat jelenleg 4 főből áll, egy ivarérett hímből és 3 nősténből. Ez a faj a legkönnyebben tartható fókaféle. A Nyíregyházi Állatpark több fókafajt is bemutat. A kalifornia oroszlán fókák, akiket a fókasó nagy sztárjai, nekik fűteni kell például a medencét, ők nem annyira jól bírják a hideget. A borjúfókák viszont isteni időszakot élnek meg most is, nagyon-nagyon tetszik nekik az, hogy zajló jégtáblák vannak a kifutójukban, és folyamatosan játszanak vele, úgyhogy Magyarországon általában borjúfókát szoktak tartani. Az előrejelzések szerint még pár napig biztosan örülhetnek a borjúfókák a zord téli időnek. Az állatok életük 3/4 részét vízben töltik, testük is ehhez idomult. Áramvonalas torpedó alakjuk van, fülkagylóik pedig egyáltalán nincsenek, orrnyílásaik zárhatóak. Több napot is úszással tölthetnek egymás után, természetes körülmények között akár 50 kilométeres távolságot is megtesznek táplálékuk beszerzéséért.